Jobbról és balról is rögtön fékeznek az autók, amikor lelép a zebrára ez a nyugdíjas ceglédi asszony. Nem bosszankodnak, nem dudálnak, hanem türelmesen megvárják, amíg átbandukol. Valahányszor jövök a postára, vagy ide a boltba, mindig hosszú sorok állnak itt, annyi autó van nappal, legalábbis a napnak a, mit tudom én, 10 órától 2 óráig, és annyi autó van, hogy hosszú sor, de mindig megállnak. Úgyhogy most is, ahogy átjöttem, intettem is, mert csak egyedül voltam az autónak, hogy menjen el, de nem ment el, hanem megvártam, míg átjövök, és hosszú sor állt. Úgyhogy én nem tapasztaltam olyat, hogy ne állt volna meg egy autó is. Azt szoktak engedni, megállnak. Igen. Mindig megállnak? Mindig megállnak. Mindig. Mindenhol, akár merül megyek. Nem csak itt, amarra is mindenhol. Ez az asszony már 30 éve vezet, mint mondja, a kölcsönös tisztelet és az egymásra való odafigyelés a legfontosabb. Én is öreg vagyok, és szeretném, hogyha engemet is tisztelnének az autósok. Én tényleg betartok mindent. Én ebben az idén lesz 30 éves a jogosítványom, most mondtam a fodrásznál, és én még semmit nem csináltam. Mennyire közlekednek szabályosan a helyiek? Hát... Én azért nem panaszkodom, azért nem vészes. Megy azért a maga útján. Jó. Ez a körforgalom egy kicsit rossz itten, de azért túl vagyunk rajta. Egy évtizedek óta külföldön élő ceglédi származású nő szerint sokkal jobban figyelnek a gyalogosokra az autósok, mint pár évvel ezelőtt. Én nem lakom itt már 20 éve, de igen. Jónak tűnik. Ja, nem tudok más mondani. Simán át szokott jutni a zebrán? Meg szoktak állni? Igen. Ez mindenképpen javult az utolsó pár évben. Igen. Angliához képest azért még van mit aprítani a tejbe, de igen, szerintem igen. Az általunk megkérdezett autósok többsége azt mondta, körültekintőbben kellene közlekedniük a gyalogosoknak. Nem igen járok itt, csak ritkán, de én átengedem mindig rendesen. Azért valaki kell szabályok, nem beresztek. Mennyire közlekednek szabályosan a helyiek? Mi a tapasztalat? Hát eléggé durván néha. Néha már kiborítok az előzéseknél. Első viselőt látcsoknál sok probléma van. Azt viszont jó látni, hogy legalább a gyalogosokra odafigyelnek ebben a rossz időben a járművezetők. Az egyik járókelő szerint leginkább nekik köszönhető, hogy alig van baleset a városban. A sok gyalogos úgy megy át, hogy szinte nem is néz oldalra, csak megy egyenesen, úgyhogy muszáj nekik, ha nem akarják elütni. Az autósok tehát jól vizsgáztak, persze azért akad még javítani való. A balesetmentes közlekedéshez viszont az is kell, hogy csak alapos körültekintés után lépjenek úttestre a gyalogosok. Pláne most a csúszós, latyakos utakon, ugyanis csak sokkal lassabban tudnak megállni a kocsik.